A film forgatását 15 évvel ezelőtt kezdték el, bármiféle külső támogatás nélkül. A cél már akkor is az volt, hogy ha bár a készítők maguk nem német nemzetiségűek, külső szemszögből mutassák be azokat, akik részesei voltak ennek a történelmi eseménynek. A Schwab keringőben beszélgetéseket láthatunk azokkal, akik megosztották történetüket a kitelepítésekről. A filmnek két célja volt, egyrészt ezt az eseményt, ami eléggé titkolt volt, nagyon sokáig Magyarországon. Ezt megismertessük, nem a német nemzetiségű emberekkel, hanem mindenkivel, tehát egy szélesebb réteggel. Mert mi a történelem tanulásunk során erről nem tanultunk. A Menschen in der Geschichte című kötet olyan személyek irataiból készült, akik megélték a németek kitelepítésének időszakát. Voltak, akik kifejezetten erről írtak, azonban voltak, akik a Málenki robotról meséltek, vagy családjuk története előtt tisztelektek. Egyfelől az volt a fontos, hogy ezeket rögzítsük. Ugyanis itt nagyon idős emberekről van szó, ugye, ha csak egy picit visszagondolunk, tehát ezek a 30-as, 40-es évek, tehát lassan 80-90 éves ember. Tehát, hogyha most nem kérdezzük meg, akkor ezt mi már nem tudjuk megkérdezni, és nem tudjuk, hogy hogyan éltek, mit éltek meg, ez nekik milyen érzés volt. Ezek mindenféleképpen szubjektív történetek, szubjektív szempontból elmesélve. Tehát az, hogy neki ez milyen trauma volt, fölkelni éjszaka, és utána menekülni kellett, ezt senki más nem fogja tudni elmondani, csak az, aki megélte. A program sorozat azonban még közel sem ért véget, hiszen az érdeklődőknek márciusban is kínálnak rendezvényeket. Igaz, merőben más történelmi eseményekről.